Az ország egyik legnagyobb rendszeres, szabadidős rendezvényének számít a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Az elmúlt év augusztusában 10, köztük 3 öregfiúk csoportban 107 csapat vágott neki a 2022-23-as idénynek. Ugyanennyi együttes fejezte be az őszi szezont, amelyben 300 meccset kellett megrendezniük a szervezőknek. Minden rendben lement a nehézségek ellenére, hiszen a bajnokság közepén, május közepén ugye 3 pályát a stadioni beruházás miatt át kellett, hogy adjunk, ezért csak a D, E és F pályán játszhattunk, illetve a kisműfős pályán is folytak a mérkőzések, de ezzel megszűnt a szerdai esőnap. Tökéletesen jól sikerült befejezni, 2 olyan komoly esőnap volt, ami miatt halasztani kellett, de ezeket is bepótoltuk, sőt a csapatok partnerek voltak abban, hogy az elmaradt mérkőzéseket a kisműfős pályán hétvégén is tudtuk pótolni, ezért bezártuk az őszi idényt, és természetesen várjuk majd a tavasz idényt. Itt is ugyanúgy azok a nehézségekkel szembenéznünk, amik eddig voltak, hiszen a stadioni beruházás az továbbra is zajlik, és én bízom benne, hogy a jövő év elejére már vissza tudjuk majd kapni azt a 3 pályát is. A szabadtéri szezon végeztével a hagyományokhoz híven elkezdődött a terembajnokság, amelyet ezúttal új helyszínen rendeznek. Nyírpazonyba, egy csodálatos sportcsarnokba kezdtük el a bajnokságot. Itt is sokáig rezgett a léc, hiszen úgy volt, hogy nem fogjuk tudni megrendezni a bajnokságot. Ugye a bencsbe, ahol eddig több mint 10 éve bonyolítottuk a bajnokságot, oda került az utánpótlás, sőt az élsport is. Ott játszott már mérkőzéseket és az edzések miatt, így nem tudtuk azt a helyszínt igénybe venni, máshol pedig nem volt lehetőség itt Nyíregyházán, de Dugai László nyírpazony polgármestere segítőkezet nyújtott felénk, és kellemes bérleti díj mellett tudtuk elkezdeni a bajnokságot november 12-én, és most már mondhatom azt, hogy a felénél tart a bajnokság, hiszen 100 mérkőzést lejátszottunk, 33 csapat játszik a bajnokságban, ABC csoportokban, és a csoportokban ugye körmérkőzés van, mindenki játszik mindenkivel, és február 25-én egy nagyszabású szuper döntővel zárjuk, mint ahogy eddig is a kispályás bajnokságot. A 33 csapat közül 3 mondhatja magát 100%-osnak. Az A csoportban a Headband Kft. És a Marsó Kft., a B csoportban pedig a Messer United várja hibátlanul a szombati folytatást.